Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás, ahol feltesszük a kérdést, hogy mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, mik a tervei, mit fog tenni. Ez a felvétel megjelenik június 19-én. Az indiai asztrológia szerint a hold ezen a napon az Anuradha holdházban van, ami jelent sikereket, nyereményeket, jó kereskedelmi kapcsolatokat. Azt is jelentheti, hogy a mélybe tekintünk, hogy bizonyos dolgokon átlátunk. Ezen a napon a Hold és Neptun bolygó egy szép kapcsolatban van. Ez utalhat a művészi területekre, az érzelmekre, az álmokra, a vágyakra. A Hold és a Nap között a mai napon lesz egy quincunx aspektus, és ez kivált bizonytalanságokat. A Hold az jelentheti az álmokat, az érzelmeket, a Nap megvilágítja ezeket a dolgokat, láthatóvá teszi ezeket a dolgokat, de bizonytalanok leszünk, hogy tényleg így lesz-e, hogy tényleg láthatóvá lesz az, amit tervezünk. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Az ő gondolatait felül és alul van. Ha te egy hölgy vagy, akkor megjelensz itt az ő gondolataiban. Ez a kehely utal az érzelmekre, a te érzelmeidre és az ő érzelmeire. De látható, hogy kicsit dacos, hogy figyelgeti a dolgokat, de passzív. Fog valamit, amit el kellene neki engednie. Ez lehet a munkahely, ez lehet családi kapcsolat, ahol ő úgy érzi, ez egy biztos dolog. Ezt nem engedhetem el, pedig pontosan az lenne a megoldás, ha ő le tudna zárni bizonyos dolgokat, amit eddig úgy érzed, hogy biztos. Az is lehet, hogy figyelget téged, de nem jelentkezik, megsértődött, és most olyan passzív a tartása. Az ő érzelmei itt láthatóak. A kelyhek jelentik az érzelmeket, itt ez a három a múltat. A múltat, ahol voltak könnyek, sérelmek, voltak szomorúságok, csalódások. A jelenlegi helyzetben itt áll középen, kicsit szomorú, befele tekint, valahogy fontos számára, hogy az érzelmeivel tisztában legyen, hogy le tudja zárni a múltat. Van remény, hiszen itt látható mellette a jövő, a két kehely, ami még nem törött össze, és ez kettőtökre utal, és az érzelmekre utal. Jelenleg még minden a feje tetejére állt, és ő úgy érzi, hogy elveszíti a talajt a lába alól. Itt Justícia istennő utal az igazságra, ez lehet egy bírósági ügy is, de jelenti az igazságtalanságokat is. Vagy benne van egy bírósági ügyben, vagy áttélt igazságtalanságokat. Itt a kard azt jelenti, hogy fontos döntéseket fog hozni, és a mérleg, hogy kell a belső egyensúly. Hogy mit fog tenni, az itt látható. Ő el akarja foglalni a helyét az életben,
különösen ami a munkáját, a hivatását illeti. Ez az érem jelenti az anyagiakat, vagy az értékeket is, hogy megvan nála ez az elvárás, hogy úgy tekints rá, mint egy királyra, hogy megkapja az elismerést. Itt látható, hogy ő lezár valamit, elhagyja a múltat, evez a jövő felé, lesz egy új irány. Itt látható a gyermek, egy idősebb személy, és ő, mint fiatal férfi, ez szimbolikusan jelenti a múltat, a jelent és a jövőt. Ő, mint jelen, sokkal nagyobb, mint a másik két személy, tehát erre kell odafigyelni, a jelenlegi helyzetre. Ő itt még várakozó, itt is látható, hogy figyeli a dolgokat, de nem mozog. Ez befejeződik, hiszen hamarosan a kezébe veszi a botot, és cselekedni fog. Ez a bot jelenti a tűz elemét, az ő bátorságát, azt is, hogy meg lesz a lelkesedés és a szenvedély. És megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Itt az utak jelenthetnek egy találkozást, hogy ő útban van hozzád, találkozni akar veled. Az utak jelenthetik a döntéseket is, hogy ő fog döntéseket hozni, vagy elvárja azt, hogy te hozz döntéseket. Itt a gólyák jelentik a változásokat. A döntések után lesznek változások kettőtök között. Változik a hozzáállása, lehet, hogy változik a külseje, lehetnek más változások is, egy munkahelyi változás, egy lakhelyi változás. Akkor is, ha ő benne van egy bírósági ügyben, vagy történt nála valami, ami eddig igazságtalannak tűnt, itt a virágcsokor jelent egy szerencsés fordulatot. Itt a horgony jelenti a biztonság érzetét, hogy ő úgy gondolja, úgy érzi, hogy nálad le tud horgonyozni. A horgony jelentheti a munkát vagy a hivatást is, és akkor ez lehet egy kreatív tevékenység, vagy itt lesz egy ajánlat, ami előnyös számára. Ami kettőtöket illet, ő cselekedni fog, itt is látható, hogy változás lesz, és a hold jelenti az érzelmeit, az álmait, az elképzeléseit. Azt is jelentheti a hold, hogy ő álmodik, vagy álmodozik rólad. Itt most megjelennek az egerek. Ott, ahol az egerek vannak, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Jelentheti azt, hogy ő itt lezárja a múltat, és az egerek segítenek ezt eltávolítani. Azt is jelenthetik az egerek, hogy itt még olyan várakozó, de az egerek eltávolítják ezt a szakaszt, és akkor mozgásba jön, közeledik hozzád. Az egerek jelenthetik a félelmeket is, hogy fél attól, hogy elveszít téged.
Mi az ő aktuális energiája? Itt a kulcs jelenti az ő magabiztonságát, a cselekvéseket is, hiszen ezzel a kulccsal lezár valamit, például a múltat, ami itt látható, vagy ezt a helyzetet, amikor minden úgy a feje tetejére állt, vagy az igazságtalanságokat. A kulccsal kinyílik egy ajtó számotokra, ebbe az irányba evez, és itt lesz egy új kezdet. A te napi energiád, itt a felhő látható, valami átláthatatlan számodra. A felhő az jelenti az időt is, fél évet, hogy visszatekintesz a múltba, és elgondolkodsz azon, hogy mi történt fél évvel ezelőtt, vagy a fél év jelentheti a jövőt is, hogy vannak nálad tervek, amit fél éven belül szeretnél megvalósítani. És ez volt a jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy látogass meg a Facebook oldalon, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!